Jó napot kívánok! Egy harcsa helyzetjelentésre bejelentkezem. Mint látható, a vízszíne harcsás is, meg pontyos is. Hát úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogyha ennél sárgább lenne, akkor teljes harcsás lenne. Hogyha ennél letisztultabb lenne egy kicsit, hát így is lesz ponty, majd megpróbáljuk. Most van egy kis fényem, azért csinálom ezt a videót. Így is lesz ponty, de azért egy kicsit harcsás is a víz. Tehát halszelettel, pici hallal, vagy nagyobb hallal esetleg valamilyen módon lejövünk mastégre. Meg lehet próbálni a harcsát, itt látható, a víz átláthatósága azért olyan, itt a gajnál nézem, ilyen 15 cm. Hát ott ki lett vágva a fa végig, ott azért egy erdősáv volt. És a lényeg az, hogy harcsás is a víz, meg pontyos is, meg keszeges is. Úgyhogy csónakot elengedtem lógóra, mert így a jó. A lényeg az, hogy majd ki kell szedni a vizet belőle, tehát itt azért vannak teendők. A víz stagnáló, 3-4 napig stagnálni fog, ezért van esély rá, hogy ha letisztul még egy kicsit, a holnapi nap folyamán lesz ponty. Úgyhogy várjuk, de hát itt azért látszik, az ilyen limányokban, itt harcsára, halszelettel meg lehetne próbálni. Csak egyelőre szeretnék már halat fogni idén, mert még nem sokat fogtam értékelhetőt. Itt látszik, a felgyorsuló vízbe esetleg karikakeszeg előfordulhat, a két bokor közt is így lelógatva, gilisztával, ott is előfordulhat karikakeszeg. Bagolykeszeg az mindig van. Kicsit erőködik a napocska, na mondom, van egy kis fény, gyorsan lövök egy videót. Úgyhogy itt is jó, a fa mögött, mindig a akadó mögött horgászunk, nem előtte horgászunk, vagy mellett. Hogy egy kis tanácsadással is szolgáljak, hogy mindig az, tehát itt a fa mögött a jó. Ha horgásznék ott, akkor ide ülnék és mögötte horgásznék, ahol belassul a víz, ott állnak mögötte a halak. Mindig fedezéket keres a hal. Úgyhogy még ennyit. Nagyon csipognak a kismadarak. Szerencsére esett az eső, nem volt mínusz. És nem is lett havunk. Már hóesés, úgyhogy gondoltam, egy rövid videó erejéig bejelentkezek. Aztán, ha kisüt jobban a nap, akkor megpróbáljuk a pontyot. Mert azért csak kell ennek a kamerának a fény. Ez a legjobb objektívvel rendelkező kamera az enyém, viszont kell neki a fény. Tehát ez ugye a GoPro 4-esnek a vízálló változata, mert minden videó alatt megkérdezik, milyen a kamera. Ez a GoPro 4-esnek a vízálló változata, és azóta se tudtak, a GoPro 4-es óta jobb objektívvel rendelkező GoPro-t csinálni. Úgyhogy ezt még el szerettem volna mondani. Látszik majd ezt a gajat ellököm, rámegy a szomszédra, de nem számít, majd leforog. Még ennyit, ha tudom, hát persze be van ilyen korragadva. Na, mekkora vagy? Ez friss vágás, kivágott valaki egy fát. Majd esetleg, hogyha kiapad a stég, lesz egy stég karbantartós videó. A stégnél az a lényeg, stégkészítésnél, hogy legyen köze a deszkának, mert ha összeér a deszka, akkor összerohad és tönkre megy a fa. És minden évben le kell kenni vékonyan lenolaj kencével. Hát ez a stég már 6 éves, tehát egy csepp baja nincsen. Tehát. Úgyhogy majd lesz. Ilyen vízben nem biztos, hogy elmegyek, mert azért elég nem játék a Tisza, gyerekek. Óvatosan kell, még rutinnal rendelkező embereknek is meg kell gondolni, hogy ilyen nagy vízbe elmenjenek-e. Vagy csak ide szembe, csónakkal, tehát nem játék, hogyha valaki megy, mindig esetleg tapasztaltabb emberrel beszéljen, hogy jó, hogy nem jó. Hamar megvan a baj, az biztos. Hamar megvan. Kicsit csendben maradok, csipognak a kismadarak, nem fagytak meg, az a lényeg.
Meg itt ugye azért a házaknál el tudnak húzódni. Meg eleve a Tisza, hogyha egy 4 Celsius fokos, akkor az a, ez a nagy víztömeg már nem hűt, hanem ilyenkor még a 3-4 fokos víz is fűt. Itt a Tisza parton, a Tisza parti ártérbe. Úgyhogy ennyi. Tehát itt nyáron hűt a Tisza, ilyenkor, mikor jön egy hidegfront, ilyenkor meg egy nagyon picit fűt. Hát végül is azt mondhatom, hogy nem szőke most, hanem ilyen szőké zöldes, de lesz ponty is, harcsát is megpróbálom. Úgyhogy ennyi. GoPro Stop Recording.